Kedves hallgatóink és rádiónézőink! Itt a YouTube Live! Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 net óra. Most kapcsoljuk a Hyper stúdióját. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Jó estét kívánok, Szilárd Járpád vagyok, ez itt a Postmodem című műsor, és az Asztal Társaság itt van az asztal körül, ahogy szoktunk ilyenkor két hetente, kedden este, és nagy szerencsénkre az a jó hírem van, hogy ismét itt van velünk a stúdióban Fazekas Barbara. Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit. Mi köszönjük, hogy eljöttél, és milyen jó lenne, hogyha mind többször jönnél hozzánk a stúdióba. Nagy örömmel. Meglátjuk, majd nyugtával dicsérjük a napot, meg ezt a műsort is. Mellettem ő Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakértő. Hello mindenkinek, sziasztok! És újra itt van másik ismerős arc, Varga Zsigmond. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Aki az SAP üzletfejlesztési menedzsere. Remélem. Vagy vezetője. Érdekes új technológiákról fogunk majd veled beszélgetni rövidesen. A többi témát is előrejelezhetném, de inkább vágjunk bele a sűrűjébe. Ugyanis ilyenkor a post-comment rovattal szoktuk kezdeni, tehát, hogy amit kiposztolunk a Facebook oldalunkra, azt megmutatjuk az élő műsorban, és kommentáljuk. Rögtön megtekintjük azt az érdekes billentyűzetet, amit egyébként tehát újdonságnak nem mondhatjuk, mert már több mint 10 évvel ezelőtt a műsorban is beszéltünk erről, a kivetíthető billentyűzetről, de most már kereskedelmi forgalomban is kapható, úgyhogy nézzük is meg, hogy hogy néz ki ez a billentyűzet. Szép piros fényt vetít az asztalra, egyébként maga az eszköz nem sokkal nagyobb, mint egy gyufás skatuja. Nagyon jól néz ki szerintem, ahogy kivilágítva látszik az asztalon, az asztal felületén ez a billentyűzet, és hogyha hallanánk a videónak a hangját, ilyen billentyűzet kopogás hangja is hallatszik. Ez nem bluetooth-os, tehát nincs egy ilyen 0,5 másodperc késlelt. Az nincsen, azt hiszem, hogy USB port van a hátuljában, és azzal lehet például az okostelefonra, hogy a képen is látjuk, rácsatlakozni, és így aztán bárhol. Tehát teljesen mobil eszköz, úgyhogy nálam is elérte ezt a pontot ez a virtuális billentyűzet, hogy kellene. Tehát én nagyon szeretnék valami ilyesmit, mert ezzel bárhol, mondjuk egy gyors étteremben is lehetne gépelni szöveget. Igen. Nem is beszélve arról, hogy ez az eszköz valószínűleg nagyon könnyű, és például egy női táskában az mindig probléma, hogy a nehéz, több kilós gépet kell az embernek magával cipelnie, mennyivel egyszerűbb lenne egy táblagép és egy ilyen gyufás katuja. Úgyhogy ezt akár, én is támogatom. Vagy akár okostelefon. De volt is egy ilyen videó, egyébként a fiatal ember így fogta és így berakta így a mellén zsebébe. És így azzal ment tovább. Zsigmond, neked kellene ilyen billentyűzet? Nem, én nagyon szeretem a fizikai billentyűzetet. Ez old school. Ez nagyon old school. De el kéne engedni ezt a dolgot. De egyébként nekem is ez jutott eszembe, hogy az, hogy az asztalnak a felületén gépeljek, ahhoz kellene az az érzés, hogy hol vannak a billentyűk. Márpedig az érintés az asztal felületen nincs meg. Tehát nem tudom, hogy hol van az Enter gomb például. Hogy kicsit még erőltessem ezt az old school vonalat, én nagyon szerettem a BlackBerry telefonoknak és a fizikai billentyűzetét, sokkal nehezebben gépelek így a sima üvegen, tehát hogy ez ott a fő ki mit szokott meg. De lehet, hogy meg lehetne szokni, nem? Nem tudom egyébként, nagyon érdekes, mert végül is, ha belegondolunk az új generációs iPhone-oknál és a gombot magát, mert már nem tudjuk benyomni, csak tulajdonképpen érzékeli az új lenyomatunkat és ad egy rezgést, ami visszacsatol arról, hogy mi megérintettük, tehát azért lehet ebben valami, hogy valami visszacsatolásra szükségünk van a fizikai érintésre, és lehet, hogy nem elég a hang. Te például, amikor SMS-t írsz, vagy mondjuk egy Facebook üzenetre válaszolsz az okostelefonon, az hozzászoktál már? Mert ugye én látom egyébként metron, hogy az ilyen 10 éves fiatalok milyen iszonyat sebességgel tudnak így billentyűzni az okostelefonon. Én nem tudok két ujjal gépelni, egyébként ez egy régi dilemma, nagyon jó, hogy rákérdez, szerintem egy tisztességes női manikűrre nem lehet két oldalról gépelni, tehát hogy ez férfi és teljesen rövidkörmű embereknek találták ki, tehát szerintem egy nő soha nem fog tudni. Igen, úgy nézem, a tiéd még hagyján, de láttam már olyanokat, ami 2-3 centiméterre kinyúlik, és azzal csak... Egy kézzel. Úgyhogy ez azért is nagyon szuper ez a kütyű, mert így bárhonnan tudok dolgozni. Egyébként nekem nagyon hosszú idő megint egy e-mailt a telefonról. Szerintem én abban így akkor visszahúznék ebből az old school kritikából, hogy ez már egy régi dilemma, hogy az emberi érintés
az egy nagyon komoly információforrás. A kezünkkel rengeteg mindent tapasztalunk meg, érezzük, ha fúj a szél, megérintünk egy forró dolgot, vagy egy recés dolgot, ilyesmi, az számít. És nagyon régóta hiányolom én az informatikából, hogy ezt a fajta visszacsatolást, ezt a feedbacket miért nem adja meg nekünk semmi. Tehát, hogy mondjuk a telefon megérintem, miért ne lehetne meleg egy frissen jött e-mail, és miért ne lehetne hideg egy már archivált e-mail. Miért ne lehetne mondjuk a törlés az egy rücskös valami visszajelzés, nem tudom, és a többi, értitek szerintem. Nyilvánvaló, hogy ez egy nehéz ügy, de szerintem vagy átalakulunk így géppé egy idő után, és akkor megszokjuk az új dolgokat, mint hogy a érintőképernyő is új dolog, mert ez nem normális, hogy az ember így ütöget egy asztalt, ami nincs semmi, és ott történik valami. Tehát itt is ez van. Vagy egyszerűen egyszer kifejlesztjük ezt. Ez én nagyon-nagyon várom már ezeket az ilyen furcsa feedbackeket, nem is tudom, mi ennek a neve, biztos van valami elnök. Mint hogy egyébként szó volt arról, hogy egyáltalán ez a billentyűzés egy teljesen értelmetlen butaság. Tehát, hogy az lenne a legjobb kommunikáció, hogyha beszélnénk a géphez, hogyne, és az értené, amit beírunk. Vagy látná, hogy mit szeretnénk, kitalálná. Ezt egy agy számítógép interfésszel. Igen, azt gondolom, erről még fogunk beszélni, de hogy például a gépírás azért gyorsabban tudsz gépelni, mint ahogy beszélni tudsz. Tehát, hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogyha információt akarsz bevinni, akkor ott mi a legjobb, legközvetlenebb módja, és valószínűleg ez a agy-gép interfész lenne, ahol a gondolataidat, nem is a beszédet rögzíted. Tehát, hogy az a legsebesebb. Igen, az elküldés gomb az legyen valami nagyon határozott dolog. Hát kihúzod a kábelt. Én kicsit aggódnék, ha minden gondolatomat rögzíteni egy gép, úgyhogy én azért örülök ennek az interfésznek. Egy igazi modern város fölött repülünk, és azt látjuk, hogy minden mindennel össze van kötve. Vélhetően egyébként az ötödik generációs hálózatok működhetnek ebben a városban, meg például egy ilyen hatalmas nagy raktárban, vagy az utak mentén is. Az autók is, az irodákkal, és tényleg minden mindennel össze van kötve. Ez már olyan jövő, ami már szinte jelen, tehát erről már Varga Zsigmonddal, az SAP üzletfejlesztési vezetőjével már beszélgettünk néhány hónappal ezelőtt hasonló témáról. Amiről most fogunk viszont, az egy előrejelzés, hogy néhány év múlva, vagy egy-két évtized múlva mi az, ami érvényesülni fog majd a technológiában. Digital Future, ugye ez a bizonyos, igen, előrejelzés, ami nálatok készült. Mi az, ami a te számodra a leginkább megtetszett ezekből az előrejelzésekből? Inkább úgy fogalmazok, ami nekem a leginkább érdekes, és akkor visszatérve az előző beszélgetési témánkhoz, az az ember-gép interfészek, tehát az, hogy hogyan fogunk tudni máshogy kommunikálni a számítógépekkel. Ez azért indult egy ilyen nagyon alapszintről, amikor még ilyen lyukkártyán keresztül programoztuk a számítógépeket, azért az egy nagyon ilyen fizikai tevékenység volt, és eljutottunk. Sőt, még képernyő se volt, hanem, igen, mindent kinyomtattak ilyen baromi hangos printerekkel. És most eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen van egy régi fogalmak szerinti szuper számítógép a zsebünkbe, és már lassan ahhoz is lusták vagyunk, hogy azt elővegyük a zsebünkbe, hogy meg akarjuk nézni az üzeneteket, ezt inkább kirakjuk egy órára. És a következő lépés az lesz, hogy ahhoz, hogy a számítógépen tárolt adatokhoz hozzáférjünk, lehet, hogy nem kell semmilyen ilyen csatoló, vagy nem kell ilyen képernyőn keresztüli csatoló. Tehát szerintem ez az egyik legérdekesebb technológia. Az általatok kiemelt öt jövőbeli technológiából, akkor kezdjük szerintem az ember-gép, tehát az emberi agy és a számítógép összekapcsolásával, ezzel az interfésszel. Az interneten nagyon sok olyan videó található, ami erről szól. Láthatóak azok az emberek, például mozgáskorlátozott emberek, akiknek a fejére ráerősítenek egy ilyen érzékelős sapkát, nagyon sok szenzorral, és képesek olyan robotkarokat, meg más eszközöket mozgatni, amit egyébként a saját végtagjukkal nem tudnának mozgatni. Mi viszont most felidézünk egy olyan félperces részt, amit egy csíkszeredai fiatalember, egy középiskolás, nevezetesen Imecs Tamás fejlesztett ki, ott helyben Csíkszeredában, ott elérhető alkatrészekből, gondolatvezérléssel mindenféle gépeket az otthoni számítógépén vezérel. Lássuk! És mutatja is egyébként a példákat, először a gépének az alkatrészeit látjuk, a kijelzőt, kapcsolókat, és itt pedig azt a kis autót, amit már gondolattal irányít. Tehát a fején van egy EEG érzékelős pánt, itt már a második példát látjuk, egy mechanikus kar, amit szintén az összefogást és a felemelést a gondolattal irányít. Még nem teljesen kiforrott az ő technológiája, tényleg egyedül fejlesztette, de sikerül azt a papírgalacsint is felemelni, és a harmadik megoldása az, hogy a számítógép kurzorát hogyan lehet gondolattal irányítani a
képernyőn. Ez a technológia azért most már jóval előrébb is jár, tehát láthattunk olyat is, hogy tudom én, bent ült a mozgáskorlátozott a kerekes székében, és tökéletesen tudta az irányokat beállítani. A ti jövőképetekben hogyan jelenik ez meg? Nálunk ez úgy jelenik meg, hogy ugye gyorsul a világ, és arról szól ez az egész, hogy hogyan jutunk minél több információhoz, minél rövidebb idő alatt, és hogy tudjuk ezeket az információkat feldolgozni. És nyilván ez, ahogy beszéltünk is róla, hogy maga a beszéd, tehát egy ember-ember közötti kommunikáció, az viszonylag egy lassú módja annak, hogy információt adjunk át. Olvasni gyorsabban olvasunk, mint ahogy beszélünk. De hogyha még olvasni sem kell, hanem rögtön megkapod az információt, megérkezik az agyadba az információ, amire szükséged van, akár valamilyen intuitív módon. Ugye ezek a digitális asszisztensek, ami szintén egy ilyen történet, hogy ha nem a digitális asszisztens, nem olyan, amivel beszélni kell, föl kell hívni egy parancsa, hanem egy proaktív módon gondolsz valamire, és megkapod azt az információt, amire szükséged van, az egész emberi gondolkodás átalakíthatja. Hiszen ma már az információ szabad, hogyha valamire kíváncsi vagy, beírod egy keresőmotorba, ki fogja adni a legnépszerűbb találatokat, megnézed a Wikipédián, hogy mi az a szócikk, ami erre vonatkozik, és tiéd a tudás. De mi van akkor, hogyha a tudást úgy is meg tudod szerezni, hogy csak rá gondolsz, hogy szükségem lenne Magyarország összes királyára időrendi sorrendben? És ott van az agyadban az információ. És te abban hiszel, hogy egy gép ilyen fizikai közvetlenségben beküldi az adatot az agyunkba? Én azt gondolom, hogy ide el tudunk jutni, igen. Aha. Milyen időtávon gondoljátok ezt, hogy körülbelül ez mikor? Hát ugye a nagyságrend, tehát ez a 50 év, 20 év, 5 év. Az előkészítő beszélgetésben volt erről szó, hogy én azt mondom, hogy 10 éven túl becsülni az egyfajta jóslás, és én azt gondolom, hogy ez 10 év pluszra van még. Uh-huh. De olyanok, amiről például, amit említettél, hogy fizikai ingereket például visszaadni, tehát hogyha megérintem az új e-mailemet, akkor az legyen melegebb, szerintem az ilyen típusú ingereket visszaadni sokkal könnyebb lesz. Tehát attól függ, hogy milyen szenzoros érzékelési dolgokat akarunk visszaadni, vagy hogyha mondjuk valaki belép egy olyan zónába, ahova nem kellene, akkor kapjon egy olyan figyelmeztetést egy gyárba, vagy ne sérüljön meg. Tehát ezek sokkal egyszerűbb kommunikációs eszközök, ezek közelebb vannak. Menjünk tovább a jövőbeli technológiákon. Nagyon mélyen nem fogunk belemenni, mert időnk sincsen rá, meg azért annyira nem is értünk a neuromorfikus számítógépekhez, illetve a kvantum számítógépekhez. Ez olyan tényleg nagyon futurisztikusan hangzik. Miért lesz jó nekünk? Onnan kezdeném, hogy a mai informatikai világnak az egyik korlátja számítógépeknek a feldolgozó kapacitása. Nagyon kevés olyan dolog van, amit nem tudunk megcsinálni, sok olyan probléma van, amit nem tudunk időben megoldani. Tehát például nagy logisztikai hálózatoknak az eloszlási problémáit nem tudjuk megoldani annyi idő alatt, amennyi rendelkezésre áll. Magyarul a probléma elmúlik addigra, amire a számítógép megvizsgálna az összes lehetőséget, ezért különböző heurisztikus algoritmusokat használunk arra, hogy ezt a problémát kiküszöböljük. Ez most egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy a gépek jóval hamarabb megoldanák, mondjuk. Igen. És a hatalmas nagy raktáraknak a elosztását, hogy az árukat hogyan rendezik? Vagy bárminek az elosztását. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy nagyvárosba csomagokat kell kiszállítani, tudjuk, hogy egy nagyvárosba rengeteg ember megy rengeteg helyre egyszerre, akkor egy ilyen crowdsourcing-gal ki tudjuk adni, hogy ha te mész oda, akkor fogd meg ezt a csomagot, útbe esik, vidd el, és kapsz érte mondjuk egy töredék összegét annak, mint hogyha fenntartanád ennek az egész ellátási logisztikai infrastruktúráját. Ez egy számítási kapacitásbeli gyorsulás, vagy mondjuk az az érdekesség, hogy gyakorlatilag bármilyen rejtjelezett kódot feltörsz nagyon rövid idő alatt, hiszen a számítógép tudja számolni. A mai technológia az arról, hogy nem tudod racionális idő alatt kiszámolni ezeknek a kódoknak. És ezekre a feladatokra ezek az új felfogásban készülő számítógépek jobb megoldást adnak, mint a mai digitális számítógépek? A mai számítógépek azok arról szólnak, hogy egy áramkörön gyakorlatilag binárisan tároljuk az információt, nulla és egyes elénk vannak az elektronokkal, és ennek van egy fizikai korlát. Sok-sok számolást végez el sorba. Sok-sok számolás, de maga az összes alapprogram ennek a nulla és egynek a változása, illetve az elektronoknak az irányítására épül, és ennek van egy fizikai korlát. Hogyha eljutottunk az atomi szintre, akkor utána nem nagyon tudunk ebbe lejjebb menni. És maga a kvantum számítás technika arról szól, hogy ezt a fizikai korlátot tudjuk átlépni, Aha. ami azt jelenti, hogy nem tudnánk tovább gyorsítani a számítógépeket.
Márpedig ezzel lehetne tovább gyorsítani. Márpedig erről lehetne, ezzel lehetne gyorsítani, és megpróbálom megint kimondani a neuromorfikus számítógépeket, nehezen megy nekem ez. Ott pedig arról van szó, hogy mesterségesen próbáljuk a különböző neurális hálók előleten azt a működési modellt, amit az agyunk produkál, hogy hogyan kapcsolunk egymásra össze információkat, és hát arról van szó, hogy magát a hardvert építjük fel ennek megfelelően. Tehát amit az emberi intuíció tud létrehozni, hogy hogyan kapcsolsz össze egymással információkat, hogy hogyan tudsz egy másik típusú megközelítést, ami nem ezt a bináris kódolást követi létrehozni, ott pedig ennek a lehetőségét teremted meg. Akit érdekelnek egyébként ezek a jövőbeli technológiák, az SAP YouTube csatornáján találnak rövid videókat, meg hosszabbakat is persze, tehát ahol bemutatjátok, hogy szerintetek a ti cégetek szerint mi az, ami érvényesülni fog a jövőben, illetve lehet találni olyan leírásokat is, amiben összegyűjtöttétek a Digital Future képbe beleférő technikákat. Van még egy, ami látványos is lehet, a 4D nyomtatás. Ugye a háromdimenziós nyomtatás már ismerjük, hogy valamilyen tárgyat kinyomtat egy printer. Na de mi az, hogy 4D nyomtatás? És közben lássuk is egyébként, hogy mi az a 4D nyomtatás. Itt látjuk a képen, hogy nagyon egyszerűen megfogalmazva. Először még a térbeli eszközt kinyomtatja ez az eszköz. Igen, most 3D-be nyomtatunk. Annyi a különbség, hogy a negyedik dimenzió az nem valami ilyen posztapokaliptikus dolog lenne, hanem az maga az idő, tehát arról szól, hogy időben változik a dolgoknak az alakja, amit valahogyan kinyomtattunk, de szükségünk van arra, hogy az időben megváltoztassa az alakját. Például ez a kígyó, ami a vízbe belekerült? Például ez a kígyó, ami összehajtogatja magát, de mondjuk egy jó példa az, hogy szeretnénk valamit, ami egy nagyméretű berendezés a váza, el kell szállítanunk, akkor azt kell, hogy lapos legyen, lapra szerelt bútor, klasszikus aha. példája, de nem hazavisszük és kihajtogatjuk és összeszereljük órákon keresztül egy pizza mellett a barátokkal, hanem megöntözzük, vagy egyszerűen csak az idő múltával ez összerakja magát. Képzeljétek, ha hazavitted a lapra szerelt szekrényt, és akkor egy kihajtogatja magát otthon a lakásba, akár a levegő hatására. És erre képesek lehetnek ezek a 4D nyomtatott tárgyak? Igen, abszolút. Tehát arról van szó, hogy emlékező anyagok már most is vannak, tehát az, hogy mondjuk valami az alakját visszanyeri mondjuk egy erőbehatás után, mert maga tárol energiát, erre már ma is van viszonylag sok példa, de ennek az ipari felhasználási lehetőségeit kutatják. Hát csak jó dologra emlékezzen. Tehát amikor megérkezik, hogy emlékezzen rá, hogy én egy hálószobabútorral szeretném magam kihajtogatni. És nem egy kalasnyikóvá fog válni a végén. Vagy ennél a példa nem maradva, hogy arra emlékezzen, nem arra emlékezik, hogy lejtették menet közben háromszor, és igazából egy ilyen kicsit fele vicebóca asztalá hajtogatja ki magát, mert nem sikerült jól szállítani. Azt mond még el nekünk Zsigmond, hogy ugye az SAP teljesen más dolgokkal foglalkozik egyébként a hétköznapi üzletmenetében, tehát olyan cégeknek segítetek olyan megoldásokkal, meg szolgáltatásokkal. Nektek miért érdekes a 4D nyomtatás, miért érdekes az emberi agy és a számítógép összekapcsolása? Kezdem talán a 3D nyomtatástól a választ. Tehát, hogy a 3D nyomtatás most ott tart, hogy ma már ellátási láncokban használják azt a lehetőséget, hogy csak letölti a felhasználó azt, amire szüksége van, és 3D nyomtatóval kinyomtatja. Ez azt jelenti, hogy a teljes ellátási láncnak a működési logikája megváltozik. Nekünk például ők az egyik legnagyobb ügyfelkörünk. Hogyha ez az egész terület megváltozik, akkor megváltozik az, hogy milyen szoftverekre van szükségük, mi az, amit ők használni fognak a jövőben. Nekünk ez alkalmazkodni kell, hiszen hogyha a jövőben nem fognak fuvarozási szoftvereket vásárolni tőlünk, akkor ez kihatással van ránk. Ugyanez a gyártó cégeknél, hogyha nem lapra szerelten gyártják a motorokat, magyarod bennél a példánál, akkor nekünk ki kell találni, hogy mi hogyan fogunk ehhez alkalmazkodni, a mi szoftvereink hogyan fogják ezeket támogatni. És nyilván azzal viszont nagyon sokat foglalkozunk ez az agy és ember interfész kapcsán, hogy hogyan lehet jobb felhasználói élményt adni az informatikai eszközöknek, és ebben viszont ennek jelentős szerepe tud lenni. Tehát akkor, ha rágondolok arra, hogy miért nem kaptam meg a controlling reportot tegnap, és akkor gyorsan elkészül. Mondjuk egy olyan szedben. Belemegy az agyadba. Egy olyan szedben, amire most éppen gondolok, hogy tök jó lenne látni, hogy a gyártó soron miért nem elég hatékony, stb. És akkor gyakorlatilag ez így már meg is jelenik az agyamban ez információ. Igen. Ugye valami ilyesmire kell gondolni. Igen, ma ott tartunk ebben, hogy ezek a személyi asszisztensek, amit a telefonotokon használtok, azok már működnek ilyen üzleti környezetben is. Tehát tudom azt mondani, hogy hol a controlling reportom, és akkor nem az van, hogy kattingatsz egy képernyő, hanem megérkezik az információ a képernyőre. Ma még ugye visszakérdez, hogy erre gondoltál-e, és akkor utána mondja azt, hogy akkor tessék. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
Két adással ezelőtt már foglalkoztunk az idősebbek és a digitális világ viszonyával, akkor egy kutatás eredményeit ismertette Pintér Róbert itt a műsorban. Most pedig egy személyes történettel kezdi Fazekas Barbara, aki az Informatikai Vállalkozások Szövetségének, és most jön a hosszú megnevezés, digitális munkaerős oktatási munkacsoportjának vezetője. Újra gratulálok, köszönöm szépen, hogy végigmondtad ezt a... Ezen mindig fogsz ülni egyébként, de látom, de már jó, működik, tetszik. Az új csajozási módszer. Végigmondom a munkacsoportban. Na szóval, személyes történet. Van neked egy nagymamád, akiről szól ez a történet? Igen, az én nagymamám, akinek pár hete volt a 79. születésnapja. Ez igen, gratulálunk neki. Igen, kicsit bizonytalankodva bejelentette néhány hónapja, hogy ő most már szeretne egy ilyen táblagépet, mert hogy a legtöbb unokája az külföldön él, és ő tudja, hogy ezzel a táblagéppel így lehetne nézegetni a képeket az interneten. Te honnan tudta? Látta valakit? Mert édesanyámnál már látta, hogy igen, tehát hogy édesanyám mindig mutatja, hogy és a Blanka unokatestvérem, ő ezt a képet tette fel, és a Bálint unokatestvérem meg azt a képet, és a mami úgy érezte, hogy ő valamiből kimarad, úgyhogy jelezte a családnak, hogy hát egy ilyen táblagép. Ő például a számítógépes világból kimaradt? Tehát abszolút ugye az íműves korszakban már voltak nagyik meg nagypapák, akik ott ültek és... Teljesen kimaradt, tehát hogy a nagymama az iPad-del kezdi a digitalizációt, és egyébként ez egy nagyon klasszikus példa is, mert hogy egyébként ezek a táblagépek állítólag a legkönnyebb csatlakozási pontok a digitális világhoz. Ezt használja ki Amerikában egy vállalkozás, amiről beszélni fogunk, nem magáról a vállalkozás, hanem az ötletről, ami mögötte van, meg egy program is van mögötte. Nekem a legjobban ennek az ötletnek a címe tetszett, mert egy jó szójáték. Igen, Grandpad-nek hívják. Ami ugye a grandpa, vagyis a nagypapa szóra rímel, és a Grandpad pedig egyúttal az iPad-et is behozza ebbe a képbe. Így tehát van. Akkor egy olyan iPad-ről van szó, ami... Nem, nagyon izgalmas, egyébként ez egy androidos készülék, amit látni fogunk, az talán egy, konkrétan egy Asus táblagép, amit nagyon jól lehet iPhone-ról irányítani, és akkor itt... Mutatja is a némi egyébként. Igen, és hatalmas nagy ikonok, tehát mint a nagymama telefonján olyan nagy méretű. Így van, tehát több fontos dolgot is látunk itt. Az első például, hogy ez az eszköz nagyon könnyű, ez nagyon fontos lehet az időseknél. Mondja is egyébként a hölgy valamikor később, hogy ezt ő egyszerűen tudja hurcolni magával, például a konyhába. Igen, és például a kezében tudja tartani, és amit fontos, hogy csak az alapvető funkciók vannak rajta. Tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy idős embernek ilyen az első készüléke, mert hogyha túlterheljük az ő ismerkedését a számtalan extra funkcióval, akkor könnyen kedvét vesztheti, azt érezheti, hogy ezt ő képtelen megérteni. Ezért például szerintem nagyon fontos, hogy konfiguráljuk az első eszközt a nagyinak. Mi például azt a megoldást választottuk, hogy szinte az összes alkalmazást töröltük, csináltunk neki egy Google profilt, és a kulcs funkciókat telepítettük, és először csak ezeket mutattuk meg a maminak. Tehát az övén akkor kisebbek az ikonok? Kisebbek az ikonok, de csak néhány darab van, azok, amit itt a hölgy is mutatott, a legfontosabbak, ami iránt ő érdeklődött, hol lehet megnézni egy Hofi YouTube videót, hol lehet hallgatni régi kabaré felvételeket, és a mami annyira belejött, hogy az előző adás videóját, amit feltöltöttetek a YouTube-ra, ő megtalálta, na és tessék. Nagy örömmel jelezte édesanyámnak, hogy új videó került fel az unokáról az internetre, és hogy ez milyen fantasztikus, teljesen magától csinálta. Fantasztikus. Igen. Egyébként engem nagyon érdekelne kutatás, hogy az idős emberek körében mennyire számít ez, tehát a nagy ikon, kis ikon, meg hogy a rendetlenség a munkaasztalon, vagy éppen csak néhány ikon található. Tehát ez biztos nem volt véletlen, hogy a régi asztali telefonoknál is kialakult ez a nagymama telefonja, ami hatalmas nagy gombokkal, meg kijelzővel volt használható. Találtam erről több kutatást is, mert nagyon érdekelt a téma, amikor a nagyit elkezdtük a fedélzetre hozni, és van egy érdekes New York Times cikk, amiben írnak erről. Azt mondják, hogy ki kell választani azt a néhány
cukorkát, amiről tudjuk, hogy érdekes az idős embereknek, tipikusan a fényképek, a videós tartalmak, a családdal való kapcsolattartás lehetőségei. Cukorka alatt itt ezt az eye candy hatást érted, ugye, hogy felfigyeljen arra. Carrot and the stick, ugye, ahogy az angol cikk írta, tehát hogy meg kell találnunk, hogy mik ezek a vonzó pontok, és először csak ezeket a funkciókat telepíteni. Ugye ez történt a Grand Padnél is, ahol az unokatáborról egy iPhone alkalmazásról kontrollálja, hogy milyen funkciók vannak a mami. Látunk közben egy másik mamit is. Igen. És hát egyébként a fejlesztő beszél arról, hogy neki is saját személyes története van, hogy 2000 mérfölddel lakik az ő nagymamája. És itt majd mindjárt látjuk is, hogy a kis család a hétköznapi golfozás közben fölhívja a nagymamát, és kialakul a videócsettelés, nagymama meg is lepődik, hogy milyen jó, hogy ott van a család a vonalban, és láthatóak, és örülnek egymásnak. Igen. Egy dolgot én nem teljesen értem. Na, én azt nem értem, hogy nem így, tehát nem alapból így kellene működnie ezeknek az eszközöknek. Tehát, hogy én azt nem értem, hogy ez hogy lehet mai napig egy piaci rés, amiben valakinek kell csinálni egy ilyet. Mert ugye, amikor az ember megnézi akármelyik gyártónak ezeket az ilyen videós tartalmait, akkor az látszik, hogy a nagyi vagy a nagypapot megnyomja valamelyik gombot, a aktuális szolgáltatónak a videókonferencia elnevezett valamilyen, és akkor az ott felhívja az unokát, és nézi a karácsonyi programot. Tehát lehet, hogy a gyártók ma, ezek az eszközgyártók azt hiszik, hogy ők már csináltak egy ilyen kütyüt, de úgy tűnik, hogy nem csináltak. Tehát, hogy még meg kell csinálni valakinek. Hát Magyarországon a számok azt mutatják, hogy nagyon sok idős ember még nincsen a digitális világban. Igen, szerintem itt van egy fontos hiányzó elem, az pedig az, hogy ki az, aki bevezeti ezeket az embereket ebbe a világba, mert szerintem maguktól nem merik átlépni azt a nagyon pici küszöböt, ami szerintem messze túl van dimenzionálva, de igazából amíg nem fogja meg mindenki a saját nagymamája kezét, és nem beszéli vele át, hogy mi az az e-mail, hova megy, mi az az e-mail cím, és melyik jel, mit jelent, és tehát, hogy addig szerintem akkor itt nem is az a legfontosabb, hogy a gépet adjuk rögtön a nagymama kezébe, hanem az élményt kell megmutatni. Tehát az, hogy kapcsolódhat az unokával, szinte naponta, talán pont ez az őszhajú nagymamá is mondja a videóban, hogy nem érzi egyedül magát. Tehát most már abban a korszakban van, hogy a családtagokkal folyamatosan kapcsolatban lehet. Ezt szerintem be kell mutatni a gyakorlatban. Így van, és szerintem tehát fontos az élmény, de azért tartom fontosnak az eszközt, mert tehát ugyanúgy van, mint a gyerekkorban. Tehát itt saját élményeket is kell, hogy szerezzen. Tehát a nagymamá például, néhány dolgot megmutattunk neki, és nagyon sok dolgot ő már megtanult magától. És szerintem ez a fontos, hogy legyen sikerélménye, hogy ő belépett ebbe a térbe, és ő így dolgokat meg tud oldani ő magától. Mindig azt mondom, hogy mama, semmit nem tudsz elrontani. Tehát így próbáld, és sikerülni fog. És akkora sikerélményei vannak, hogy azért új és új dolgokat csinál ezen az eszközön. Kicsit visszafűzve az előző kérdésre, van egy informatikában egy olyan fogalom, hogy tehetetlenség. Tehát arról szól, hogy ahogy megdizájnolták az eredeti eszközöket, az eredeti programokat, azokat visszük tovább. És ha belegondolsz abba, hogy még mindig ezen a QWERTY billentyűzeten gépelünk, amit arra találtak, hogy lassítsa a gépelést, hogy az írógépnek ne akadjanak össze egymásra a kis kalapácsai, és megszokták az emberek, és azt használjuk. És igazából azt gondolom, hogy az informatikában egy csomó ilyen dolog van, ami arról szól, hogy valaki egyszer kitalálta, és először mérnökök, informatikusok, matematikusok találták ki ezeket az eszközöket, és nem arra a legjobb funkcionalitást keresték, nem a legjobb élmény, nem a legjobb felhasználói élményt. És szerintem most zajlik az a forradalom a számítástechnikában, és talán valahol itt az Apple termékekkel, az iPhone-nal kezdődött ez a dolog, amikor viszont a felhasználói élményt állítottuk a középpontba. Azt tudod egyébként, Árpi, hogy közben kimondtad véletlenül ennek a terméknek a magyar nevét? Igen? Na csak. Nagy ikon. Sőt, én gondolkodtam rajta, hogy például írtam Barbarának, hogy lehetne például tatatábla is. Ez se rossz. Vagy nagy e-mail például. Szépségdíjas változatok, de tényleg az eredeti Grand Pad kifejezést azért nem tudjuk utolérni. Nem, tatatábla az nekem majdnem utoléri. Újra egy arcot látunk, ami soha nem létezik. Ezt már két hete tudjuk, hogy az ITBN látogatóinak arcából átlagolták Keleti Artúrék ezt az arcot, és ez az idei rendezvénynek a
beköszönő ábrája. De mutatunk majd mindjárt két másik arcot is. Most egyébként annyit hadd tegyek hozzá, hogy már többen magukat felfedezni vélték. Ebben, mint mondta, hogy legutóbb Bódi Zoli barátunk, úgyhogy úgy tűnik, hogy jól sikerült az átlag. Szóval lesz egy csomó érdekes előadás, és most folytatjuk megint az előzetesek sorát. Például a jól ismert pszichológus, nyelvész, kutató, professzor Dr. Plé Csaba is ott lesz az előadók között. Így van, és nekem van szerencsém Csabát így az ITBN-en kívül is ismerni. Volt egy beszélgetésünk pont a múlt héten arról, hogy miről is lesz itt szó, és hát egészen fantasztikus előadást várhatunk szerintem tőle. Ő abban nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag abban a korban jár nagyjából, ahol a te nagymamád. Igen, igen. Viszont, hogyha meghalljátok beszélni erről a dologról, akkor azt gondoljátok, hogy mondjuk belőle egy 30-40 éves, 20 éves fiatal vállalkozó beszél. Ő nem csak, hogy érti, hogy ez a dolog hogy működik, hanem azt is érti, hogy az emberek hogyan működnek, és a kettő, tehát az emberek, a digitalizáció kapcsolatát kutatja. Milyen jó lenne, hogyha a műsorban is mesélne. Én nagyon remélem, hogy egyszer ez sikerül. Hívjuk majd meg. Próbáljuk meg, igen. Reméljük, hogy eljön majd egyszer. És például Barabási Lászlóval kutatnak együtt, egy csomó kutatást csináltak, és olyan témákról lesz például szó, hogy vajon hogy kötődik ez az adat self, ez a data self, ugye ez az adat magad elem, hogy mi már mindannyi adatból vagyunk, és ez nem biztos, hogy értjük ezt az egész dolgot. Ez hogyan kötődik a biológiai emberrel? Például komoly vitái vannak Plé Csabának azokkal, akik azt állítják, hogy adatokból az ember összes tulajdonsága, gondolatai, minden megbecsülhető, kiszámítható, ugye amire játszik a Google, játszik a Facebook, mindenki azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez ennyire egyszerű kérdés. Nagyon érdekes kísérleteket folytattak például azzal kapcsolatban, hogyha emberektől elveszik az eszközeiket, fiatalok elveszik a mobil eszközeiket, akkor mik azok a szavak, amikre asszociálnak azonnal, mi jut eszükbe. És például a meglepő módon egy bizonyos kísérletben az derült ki, hogy a család az, amire először gondolnak, amikor elveszik tőlük az eszközt. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az eszközök most már sokkal mélyebbre ásták magukat a mi kis szociális világunkban, a mi kis csoportdinamikáinkban, mint azt gondoltuk. A következő előadás is kicsit ide kapcsolódik, hiszen adatvezérelt döntésekről fog majd, ha jól tudom, Dr. Fehér Péter beszélni. Igen, ő nála az a nagyon érdekes kérdés, hogy vajon ismerik-e ma a vállalatok azt, hogy kik is az ügyfeleik? Kik azok, akikkel ők egyáltalán dolgoznak? Mert azt most már természetesnek veszük, hogy a Google tudja rólunk, hogy mikor fog fájni a fejünk, meg hogy, mit tudom én, holnap szeretnénk venni egy nadrágot. Viszont ezt nem mondhatják el magukra a cégek. És vajon a cégek készen állnak-e Magyarországon arra, hogy adat vezérelten hozzanak döntéseket, értik-e ezt az egész világot, hogy ez hogyan működik, és hát természetesen, mivel egy biztonsági konferenciáról van szó, azt is körbejárjuk, hogy vajon mihez van lehetőségük, joguk, hol van ennek a határa, és itt akár, ahogy egyébként a rendezvényen az elő is fog kerülni, miközben van ennek a GDPR-hoz. Tehát ez akkor most megmondhatjuk egy emberről, hogy szeretne holnap kabátot venni, vagy nem, vagy kérjünk tőle engedélyt, vagy egyáltalán kérjünk tőle engedélyt ahhoz, hogy kérjünk tőle engedélyt, vagy tehát hogy van ez az egész, mert még ez sem teljesen érti, sőt nem olyan teljesen, szinte egyáltalán nem érti a vállalkozói szakma. További témákról az itbn.hu-n lehet tájékozódni, de van még egy érdekesség, amit meg is tudunk mutatni, kicsit megbeszélsz is róla, hiszen az itbn, mint rendezvény most már 14 éves, ugye? Igen, 13, igen. És folyamatosan dolgozol azon, hogy technológiailag is megújítsd ezt a rendezvényt, úgyhogy most egy érdekes újítással jelentkeztek. Mi az? Ez tulajdonképpen egy ilyen event management, ilyen esemény management alkalmazás. Ez egy, mondjuk úgy, hogy egy ilyen kommunikációs, tartalom, információ szolgáltató alkalmazás, aminek az a lényeg, ez egy portál tulajdonképpen, aminek van egy webes felülete, meg reméljük, hogy egy alkalmazás is kapcsolódik hozzá iPhone-on és Androidon. Aminek az a lényege, hogy összeköti a rendezvényen résztvevő embereket, és tartalmat szolgáltat számukra. Közben bele is tudunk nézni egyébként, hogy milyen eszközöket használ
álltok fel ennek a rendszernek a megvalósításához. Én elsőre úgy képzeltem el, hogy ti, akik szervezitek az ITBN-t, ilyen táblagépeket, okostelefonokat használtok, és kommunikáltok egymással, de ugye ez nem csak ilyen egyszerű, mert nem csak egymással kommunikáltok, hanem a résztvevőkkel. Persze, és ami a legfontosabb, hogy ők egymással. Mert az rendben, hogy mi nekünk van egy felületünk, ahol látjuk, hogy ki kicsoda, de ez ennek a mondjuk keretrendszernek a segítségével, amit egyébként mi saját testünkre szabtunk, tehát ez nem egy ilyen belogoló, bekapcsoljuk és már működik is, hanem ez elég sokat kellett dolgozni. Így elértük azt, hogy valaki most az ITBN-re regisztrál, amihez zárójelben megjegyzem, hogy egy referencia rendszeren kell keresztül menni, amit teljesen külön fejlesztettünk mi saját magunk. Ugye az a lényeg, hogy csak az jöhet be az ITBN-re, aki valaki a szakmából referenciával igazolt, tehát ez egy zárt közösség, ilyen szempontból ingyenes a részvétel, de szükséges valakit ismerni a szakmából, ahhoz, hogy ilyet be tudjon jönni az ember. És amikor bekerült ebbe a zárt közösségbe, akkor erre a hubra fölkerül, ahol ott egymással tudnak az emberek kommunikálni, beszélni. Picit olyan ez, mint mondjuk a LinkedIn például, egy jó példa erre, egy ilyen szakmai közösségépítés, itt látható egyébként a mobil felülete ennek az egész rendszernek. Ugyanakkor viszont nem csak beszélgetni tudnak egymással, hanem az előadásokhoz hozzá tudnak szólni, anyagokat tudnak onnan letölteni, bejelölhetik, hogy melyik előadás érdekli őket, ezt mások is látják, hozzá tudnak ehhez szólni. Tehát az előadó közben látja, hogy hányan érdeklődnek az előadásra? Hogyne látja, hogy ki az, aki be akar jönni az ő előadására. Ha. Sőt, az előadókkal lehet kommunikálni, lehet anyagokat cserélni, előadás közben kommentelni. Hát azt is lehet, természetesen azt is lehet, sőt, ilyen beszélgetéseket lehet elindítani arról, hogy kit, hogy érdekel az adott előadás. Egyébként erre még ráadásul lesz lehetőség pluszban az ITBN-en, mert a reggeli program idején, ahol természetesen lesznek támogatói előadások, gyártói előadások is, tehát a fejtágítás és a pszichológia és a filozófia mellett sok minden más is lesz. És ott például lesz egy olyan terem 200 fő számára, ahol vitázni fogunk. Tehát úgy döntöttünk, hogy a nagy tömeget hagyjuk csendben ülni, egyébként is Magyarországon szeretnek az emberek csendben ülni egy rendezvényen, és nem megszólalni, és azokat, akik viszont szeretnek beszélni, és szeretnék is beszélni, elvisszük egy másik helyiségbe, és ott lesz egy folyamatos vita arról, hogy mi zajlik éppen a alsó teremben, sőt, a vita eredményeként megjelenő dolgokat nem csak ezen a ITBN hubon lehet majd követni, hanem leküldjük az előadónak is, aki majd ott fog valódi kérdéseket kapni valódi emberektől, csak ott nem helyben fogja ezt hallani, hanem valószínűleg egy kijelzőn. Informatikai biztonság majd napja, tehát idén és szeptember 26, végén. 26-27. És itbn.hu. És itbn.hu, illetve onnan regisztráció után megkapja az ember a belépést az ITBN hubra, és ott lehet nézelődni, beszélgetni, meg mindenkinek ajánlom is, hogy ezt tegye aktívan. Postmodern. A digitális világ érdekes. Kedvenc rovatunk következik, a Kütyű híradó, amiben újdonságokat mutatunk. Most kettő eszközt fogunk megmutatni. Az első rögtön kapcsolódik a műsor elején mutatott virtuális billentyűzethez. Csak ez nem billentyűzet, hanem egy egér. Látni is fogjuk, hogy szépen kivetíti az egérnek az eszközeit az asztalra. Kicsit elborult az eszköz maga is, meg fizikailag is elborult, de helyére állította a fiatalember, és látjuk, hogy kivetített az asztalra. Az asztal felületét simogatva, ugyanúgy, mint a notebooknak a tapipadját lehet irányítani ezt az eszközt. Nem tudom, hogy nektek kellene, én azért kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy mennyi értelme van. Én annyira hozzászoktam a hagyományos egérhez, hogy nekem ez kicsit kényelmetlennek tűnik. Artúr, te mit használsz? Ja, használom a touchpadet, ez már jobban hasonlít ahhoz az élményhez, amit az emberi touchpad simogatásával meg szokott szerezni. El tudom képzelni, hogy kényelmesebb lehet egy fa asztalon ugye ezt csinálni, mint ezen a vackon. Egyetlen egy dolog van, amin egy kicsit szkeptikus vagyok, az, hogy most már a modernebb laptopoknak a érzékelő padja az sok funkcióval rendelkezik. Nagyon sok újat érzékel, és ráadásul lenyomásnak a mélységét is érzékeli, tehát lehet még duplán rányomni valamire, vagy még erősebben rányomni. És akkor már más. És az más funkció. Itt a két ujjas húzást tudta ez a rendszer, ezt mutatta. Hát, de az kevés már, Árpia. Két ujja már. Ez már old school. Az már ne viccelj. Már hát ilyen három ujjak vannak, meg négy, meg hogyha összehúz az ember annyit, meg széthúz. És szerintem az, hogy ezt még ott kell csinálni, az csak azért van, mert ugyanazok a kütyük, amik a levegőben ugyanezt látják, ezek még nem tökéletesen, majdnem, egyébként már láttam ilyenre is példát. Tehát én már nagyon sok mindent lehet, hogy inkább kézzel csinálni,
állnék a levegőben, például hátradőlve a díványon, és akkor így varázsolgatnék, hogy mint a külön vélemény. Viszont nemrég vettünk egy ilyet a férjemmel, egy ilyen, ő egy mérnök ember, és imád kipróbálni ilyeneket, és az még tényleg nagyon, nagyon nem működik jól. Tehát azon, hogy nem érzékel mindent, látszik, hogy még így sorjás, tehát hogy, hogy így nincs igazából kitalálva. Mert áll a száka az ember kezében. Viszont ez a virtuális egér ugyanolyan hordozható, mint a műsor elején látott virtuális billentyűzet, tehát hogyha mondjuk valahol egy repülőtéren van egy kis időnk dolgozni, akkor kitetjük az okostelefont, és mindent kivetítünk, minden mást. Billentyűzetet is, egeret is. És aztán elképzelhettem, hogy akár most már számítógépet is ki kéne így vetíteni. Hát, tudod, mi lenne a legjobb, hogy hát persze, hogy ez a kis doboz, ez mindent csinálna. Az egyik fele vetítene, a másik fele ide vetítene, oda vetítene, és még mobiltelefon is lenne benne, ez lenne az igazi, és mondjuk működne a kádban. Mert ugye, hogyha jobban belegondolunk, ez az egyetlen hely, ahova így az ember nem visz szinten semmiért. Kérdezed, a víz felszínére kivetített pontosan, miért ne? Hát pontosan ezek azok vagy, amikor az ember főz valamit, és akkor kirakja a kütyüt, megnyomja a gombot, és ott körülötte kivetítődik, és akkor csak bele kell nyúlni valamiben, nem kell azt csinálni, hogy minden egyes egy kanásó után megy az ember kezet mosni, oda megy a géphez, izélgeti, visszamegy, ez egy vicc, hát ezen most hát túl kéne lépni. Na, túl is lépünk rajta, van egy másik kütyünk, egy okos termosz, ezt Keleti Artúr találta meg, sőt, nem csak megtaláltam, meg is rendeltem már, úgyhogy rövidesen érkezik. Igen, tehát crowdfunding, ugye? Tehát még gyűjtik a pénzt. Tehát adtam ismeretleneknek pénzt arra, hogy talán megcsinálják. Tehát ugye ezt így teszem, ez a crowdfunding. Na, Magyarországon is találnak ezek szerint ilyen őrülteket. Abszolút, biztos vagyok benne, annyira, hogy találtak azt hiszem 60 ezer dollárnyi őrültet, tehát 30 volt a cél, úgyhogy ezt most már meg fogják szerintem csinálni. Persze, ilyenkor mindig ki szokott kerülni néhány dolog, hogy jaj, nem is olyan egyszerű, meg jaj, a kínaiak nem szállítják le az akármit, de meg lesz ez. Meg tudjuk mutatni azért ezt az okos termoszt, ami ugyanannyira nem létező ezek szerint, mint az ITBN arca. De itt van a prototípus. Ez a prototípus, jó. Tehát tök úgy néz ki, mint egy hagyományos termosz, feltölti vízzel, de itt van a trükk a tetejében, ugye? Bizony, bizony. Trükk még hozzá az, ami az alapvető probléma a termoszokkal, hogy az ember inni akar belőle, akkor hogy fogja kinyitni, ugye? Ez mindig gond, a termosz kinyitás. Például autóban vezetés közben, megpróbálja az ember kinyitni, akkor gyakorlatilag nem biztos, hogy ott fog kinyílni, ahol itt szeretné. Ilyenkor van az, hogy az ember magára önti a tartalmát, ebből van egyébként sok baleset, nem tudok százalékot mondani, statisztikát, de van. Biztos, hogy jobb benne. Mutat a fehér ingem. Pontosan. Most mutatom egyébként, hoztam egy termoszt, ami az én kedvenc termoszom. Elmutatom, hogy általában mi szokott lenni. Amikor úgy barátság van az ember a termoszt, amit itt most egyébként is szomjas vagyok, akkor megnyom rajta a gombot. Egyébként ez egy kiváló japán termosz, ami azért nyílik így. Az átlag termosznál itt már ötykörődés van. Akkor beleiszik az ember. Mutatom. Na most ez oké, ez ideig rendben van. Mi van, köszönöm szépen. Mi van akkor, amikor vezet az ember? Mutatom azt is. Hol van a termosz? Nagyon autentikus. Hol a termosz? Megvan a termosz? Jó, akkor kinyitom. Remélhetőleg láttam a periférikus átmenetet, mint a kinyílt volna. Hol van a teteje? Valahol itt lenézek, már nem jó. Na, ez történik. Ez a kütyű meg azt csinálja, hogy amikor hozzáérintem a számot a termosz tetejéhez... Azt hittem célra vezet a termosz, mint egy rakéta. Na, majdnem, hogy tökében elszöték. Megérintem bárhol a számmal, akkor lenyílik ez a kis valami, és mivel a gravitáció a világon, szerintem ettől zseniális, ezért mivel itt akarok inni belőle, és nem itt, a lefelé megyünk még egyelőre, ebből következik, hogy nem használható a nemzetközi űrbázison. Tehát, hogy így gyakorlatilag megnyomja az ember, tehát a száját hozzáérinti, kinyílik ez a kis valami, azonnal tud belőle inni ott, ahol akar. És amint elveszi a szájától, becsukódik. Szerintem zseniális. Meglátjuk, hogy hogyan fog működni, hogy lehet tisztítani, ugye ez a klasszikus probléma a termoszokkal, és hogy vajon például az a bevonat, ami majd körülötte lesz, az mennyire tartja a hőt, meg ilyesmit. Tehát sok minden van itt, amit rendbe kell rakni, meg hát töltögetni kell, ami hát a szokásos probléma, hogy az ember a termoszt is tölti, de lehet, hogy nem olyan nagy ügy, mert kirakja az ember a konyhaasztalat, föltölt, beletölti a valamit, valószínűleg nem évezredekig. Na majd már elkészül a tiéd is, és megkapod. Behozom, kiteszem, itt fog inni belőle folyamatosan majd. Kütyű iradóval két hét múlva is jelentkezünk. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. És még visszatérünk a két héttel ezelőtti műsorunkra, mert Fazekas Barbara akkor volt itt nálunk először, és a műsor után felbojdult az internet. Ugyanis a témánkból, ugye az informatikus hiány Magyarországon című témánkból készült egy blogpost, és
ez alatt kialakult egy szép nagy vita az internetező kommentelők között. Bele is nézzünk egyébként most a vitába. Nem fogjuk tudni végigolvasni, mert tényleg nagy számú. Itt látszik a posztunk, a blogposztunk, és mutatom, hogy hány üzenet érkezett, illetve csak beletekertem, nem is tudtam végigmenni, mert kb. Három percen keresztül kell itt szkolvozni. Hosszúságuk van mindegyiknek, igen, látszik, az embereknek van véleménye. Abszolút, tehát ez a téma megmozgatta a kommentelőket, és kialakult egy nagyon komoly vita. Itt most természetesen ugye szó szerint értem a komoly, tehát nem személyeskedő igen. vita, hanem nagyon kulturált vita alakult ki. Például arról, hogy most akkor ki is számít informatikusnak? Mert hogy a programozó az már informatikus? Igen. Mindenképpen, de ez egy nagyon klasszikus vitahelyzet. A legtöbb ilyen interjú után ez felszokott merülni, és itt szeretnék mindenkitől elnézést kérni, hogy nem tudjuk mindig a definíciót pontosan mögé tenni. Fontos, hogy informatikai szakember hiányról beszélünk, ami részegész viszonyban van a programozókkal, tehát a programozók is informatikusok. Róval és mindenki, Bogár mintájára, igen, ugye? Igen, de nem mindenki programozó, aki informatikus. Próbáltam több fórumon után olvasni, hogy így mi szokott ennek a vitának a kulcskérdése lenni. Egyáltalán nem definít a fogalom, hogy mi tartozik az informatika körébe, vagy mi tartozik az informatikus szakember körébe, de azért nagyon sok szakmáról tudjuk, hogy biztosan oda tartozik, például a programtervezők, de ide tartoznak, például a tesztelők, ide tartozhatnak a rendszerszervezők, tehát hogy nem csak programozókról beszélünk, amikor informatikus hiányt emlegetünk. Ugyanakkor szeretnék igazat adni a kommentelőknek a tekintetben, hogy nem minden részegységben ugyanakkora a munkaerőhiány, tehát például kisebb igény van rendszergazdákra, mint olyan Java programozókra, akiknek nagy gyakorlatuk van agilis módszertanokban. Igen, mert a vita egy része pont arról szólt, hogy valaki nem is hitte el a kutatásnak az eredményeit, hogy azt látta maga környezetében, hogy 40 év fölötti informatikus nem tud elhelyezkedni, tehát hogy megy állásinterjúkra, és nem tud elhelyezkedni. Ehhez képest mi azt mondjuk, hogy informatikus hiány van ebben az országban. Tehát ez hogy jön így össze? Igen, ennek két része is van szerintem. Az egyik az, hogy attól, hogy valaki magát informatikusnak definiálja, nem biztos, hogy ő egy piacképes informatikus, hiszen az elmúlt 10-15 évben lényegében alapjaiban megváltozott ez a szakma, tehát ha valaki mondjuk... Szerintem ezt a piacképes jelzőt is kell pontosítanunk, mert hogyha ezt most valaki magára veszi, akkor kicsit sértőnek is tűnhet, nem? Hogy ő nem piacképes. Nem tudom, hogy inkább azt jelenti, hogy arra a konkrét feladatra nem tudják fölvenni, mert azt a nagyon konkrét elvárást nem tudja teljesíteni. A programozási nyelvek azok annyira átalakultak az elmúlt időszakban, tehát például ha vannak a legtrendibb technológiák, most például a legnagyobb kereslet Java programozókra, vagy JavaScript programozókra van, de C-Sharp, C++, ezek mind nagyon keresettek ebben a pillanatban. Tehát ha valaki ezeket nem ismeri, akkor sokkal kisebb eséllyel indul. Tehát nem elég egy SQL-hez érteni, hanem ismerni kell a modern technológiákat, a modern módszertanokat. Aki ezeket nem ismeri, hiába definiálja magát programozóként, attól még nem lesz piacképes szakember. Bocs, hadd jegyezzek itt meg valamit. Jó. Lehet, hogy ezzel csak tovább szítjuk a vitát, de... Az nem baj. Biztos, hogy baj. Hogy... Az én szakmámban egyébként van egy ugyanilyen probléma, ez a, bárba kezdünk túllépni rajta, ez a ki a hacker. Tehát erről is lehet gyakorlatilag egész estés vitákat folytatni, de most ezen lépjünk túl. Én azt tudom a mi szakmánkból, a biztonsági szakmából, hogyha valaki reggel föl kell, és nem nézi meg, hogy aznap mi történt, akkor már le van maradva. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy az informatika az pont egy olyan terület, ahol állandóan frissen kell tartani, nem csak a tudást, hanem azt is, hogy éppen mire van szükség. Tehát az oké, hogy én megtanultam valamiben programozni, de azért, mert mit tudom, én 30 éve kobolba programoztam, most már nem abba kell programozni, most már másra kell programozni, jönnek be módszertanok, mindenféle változó dolog. Persze természetesen az, hogy az ember egy pár évig valamit csinál, az oké. De szerintem meg kell újulni. Most azt gondolom, hogy a piacképesség az lehet, a piacképességnek lehet egy ilyen paraméter az, hogy valaki megújul és képes arra, hogy lássa, hogy merre felé megy a világ, azt egyszerűen nem tudom elképzelni. Én is szoktam nézegetni ilyen állás ajánlatokat ott a LinkedIn rendszeresen fölhoz ilyeneket, és azon gondolkozom, hogy egyébként, hogyha én most nem ebben a szakmában dolgoznék, tehát nem biztonságban, akkor melyiket tudnám betölteni. És arra gondolok, hogy nagyon sokat lehet, hogy azonnal nem tudnám, de hogyha megcéloznék egy területet magamnak, hogy én pedig ezt szeretném, szerintem egy pár hónap alatt föl tudnám magam húzni arra a szintre, hogy már el tudnám mondani, hogy velem nem járnak rosszul, és nagyon gyakran ez az utolsó gondolatom, nagyon gyakran
A természetes a munkaadók azonnal full tapasztalt 100%-ig alkalmas embereket keresnek, de nagyon sok kompromisszumot tudnak kötni. Ha találnak egy olyan embert, aki szerintük alkalmas erre a feladatra, mert jó a gondolkodásmódja, helyes a mindset, és azt mondja, hogy ő már elindult ebbe az irányba, és elkezdett érteni hozzá, akkor lehet, hogy még képezni is fogják. Érzik belőle a lendületet, hogy ne, az, hogy rövidebb idő alatt beletanul. Nem, te még nem tudod ezt, de fogod tudni. Úgyhogy odaadjuk neked ezt a... A nálunk nyitva lévő 100 plusz pozícióra is el tudom mondani, hogy egy idő után az emberek elkezdenek rugalmasak lenni azzal kapcsolatban, hogy kivel is töltenék ezt be. Tehát, hogy nyilván mindegyünk fejében... Mert a munkaadó, ugye? A munkaadó, igen. Tehát, hogy egy ideig gondoljuk azt, hogy majd felveszünk az ideális munkavállalót, aki már 10 éves feketőves a legújabb 3 éves technológiával, és mindenhez érteni fog, hiszen részt vett a kifejlesztésében is. De egy idő után ez elmúlik, és akkor felveszed azt, aki holnap be tud jönni dolgozni, sőt a mai világban felveszed akkor is, hogyha 3 hónap múlva be tud jönni dolgozni. Igen, szerintem itt az a nagyon fontos, hogy a karrier ív alakul át egy kicsit. Tehát amíg régen az volt, hogy minél több időt én eltöltök egy szakmába, annál szeniorabb vagyok, és magától értetődő, hogy én egyre szeniorabb pozíciókba kerülök. Itt most lehet visszalépni a ranglétrán. Tehát pont amit mondtál, hogyha el szeretnél helyezkedni mondjuk programozóként, mert te ismered az alapvető, nem tudom, eszközöket és az alapvető logikát, meg tudnád tenni, de juniorként kezdenél, még akkor is, hogyha már egyébként előtte 10 évet dolgoztál ebben a szakmában, de az 5 éve volt. Azt mondanák, hogy mondjuk, oké, mi Ruby on Rails-ben fejlesztünk, felveszünk téged, de juniorként, mert vagy mediorként, mert nem tudsz még ebben a technológiában dolgozni, de lehet, hogy fél év alatt újra senior leszel, de ebben a pillanatban ennyi értéket tudsz nálunk teremteni. Most egy gyors gondolat ehhez, hogy ugyanak én azt vettem észre, hogy azok az emberek, akik képesek arra, hogy így megújuljanak, ugye visszacsatolnak ez a piac képességhez, azoknak az összértéke egy cégen belül után elkezd növekedni. Igen. Tehát, hogyha valaki mondjuk a hálózati architektúrákat ismeri, de úgy döntött, hogy ő programozó lesz, lehet, hogy visszalép, de az a tapasztalatom, hogy pár hónap múlva egyszer csak észreveszik, hogy ez az ember nem csak programozni tud, vagy kezdetben, hanem ért egy másik technológiához is, és hip-hop architekt lesz belőle, növekszik a fizetése, megbecsült lesz, nagyon hamar elér egy olyan szintet, ami ez már sokkal keményebb. Van egy olyan érzésem, hogy ezt a témát fogjuk folytatni még később is, mert hogy például én olyan leágazásáról is tudok, hogy Magyarországon bölcsészeket is képeznek át informatikussá. Bizony, történik. És tudom, hogy Barbara majd segít nekünk abban is, hogy olyan szakembert hívjunk a műsorba, aki ezzel a témával foglalkozik. Igen, csak döntsétek el, hogy hány éves legyen, férfi vagy nő, bármilyet tudunk prezentálni. Ennek megfelelő módszerek vannak, tehát fiatalabbakhoz más módszer, idősebbekhez megint nem, más módszer. Szerintem ugyanaz. Igen. Na hát, pedig azt gondoltam úgy, mint a Grandpadnél másfajta módszert kell kialakítani. Ezek szerintem. A bölcsész az időtlen dolog. Bármilyen állapodó van, őt megfelelő módszerrel kell átképezni. Na hát, eddig tartott a mai műsorunk. Köszönöm szépen a részvételt mindannyiótoknak itt a stúdióban. Legközebb 2 hét múlva jelentkezünk már szeptemberben. Reméljük, hogy nem lesz még nagyon hideg, de itt a stúdióban mindenképpen kellemesebb idő várható. Köszönjük tehát a figyelmet. Rövidesen a Facebook oldalunkon újabb tartalmak jelentkezünk, és minden műsor témánk megjelenik majd a YouTube oldalon is, illetve a blogon is lehet követni a mi tartalmainkat. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 2 hét múlva jövünk, viszont hallásra, viszont látásra.